10 szférot, kerek gimmel, tehát 10 szféra tanulmánya, 8-as rész. Isztaklut pnimit, belső vizsgálatok. Rav. Nem folytatjuk. Tudnod kell. Tehát 680 érdekonan. Tehát tudnod kell, hogy a világok mind belefoglalva a két belfoglaltatásba. Az első a valóság lényegisége, ami a világok lényegisége, és a pálcöf és a lélek, ami az Ein Szof Baruchóval újul meg, és föntről lefelé terjed ki. Mindegyik a megfelelő helyen. És a második a valóság létezése, ami azt jelenti, hogy a fejlődés a fokozatokon keresztül, ameddig el nem éri a fejlődés végét. És a kettő közötti különbség, hogy az első, a kiárasztó oldalán vannak, és teljesen jók, az Ein Szof Baruchóból terjednek ki, és a jel, ami föntről jön, de a második, az összekeveredett a gonosszal, és mindig fönn, lentről fölfelé terjed ki az imá emelésén keresztül. Ami az imán micvot, tehát a parancsolatokon keresztül történik. Tehát mit ír itt egy leegyszerűen, válaszolom? Ezek a cikkek nagyon egyszerű, mégse értjük őket, a leveleket. Hát elmagyarázza, hogy terjed ki föntről lefelé teremtett lényekhez, és minden, ami föntről jön, az csak jó. Viszont ami lentről terjed ki, az összekeveredett a gonosszal. És ez ennyi. Tehát nem kell itt összezavarodnunk semmitől. És ez az a tíz szférában és az eszült világában van elmagyarázva, és Adam Harishon lelkében, ami az a lelkek általánossága, amik elérkeznek a világhoz. És azt jelenti, hogy ami amit megújult és korrigálódott föntről lefelé az Ein Szof Baruchóban. És ez az összes párcufó az acilútban, ezek szerint változnak, és zívukra lépnek, és ezek végtelenek. És Adam Harishon lelke, ami a valóság létezése ezen belül, ami föntről lefelé lett megteremtő az Ein Szof Baruchóból, és tisztáznunk kell itt a második befogadtatást, és meg kell vizsgálnunk először a valóság létezését. És elmagyarázzuk a másodikat is a következő részben. Ez azt jelenti, hogy mit akar itt mondani nekünk, válaszolom, hogy az alsó, hogy viszonyul, hogy reagál a felső cselekedetére. Tehát a nyolcadik része a tesznek erről beszél, de nyolc rész beszél a fentről lefelé történő kiterjedésről, a következő nyolc rész pedig a lentről fölfelé való terjedésről, hogy a törés és az iburjanik a mohén állapotokon keresztül, hogy érhetjük a Martikun. Ez világos? Nagyszerű. Nincsen kérdések? Akkor folytassuk.
Egy és bekezdés. Ez ismert, hogy a korrekció gyökere metszákból bukkan föl, és tudnunk kell, hogy mit írt Ari az életfájában, hogy nincs ma a katnutban egyáltalán, csak gadlut. A felnőtt állapotban, mivel a katnut, a kicsinség, és a férfi ugye csak egyedül születik, mert a keter zivugjában, ami a necák, és ez a 10 szfira fokozata, és a malchut fokozata, amit bonnak hívunk, és nem mahnak. Csak a felnőtt a gadlut, az alsó öt képes eljönni a necákhoz, amelyben foglal helyet, otem a betem részeknek, és itt a gátút feltárulhat. És ez a jelentés a Havajad Alefimnek, ami mahnak a minősége, és ez az új ma, és a teljes meca még a férfiből is születik, ez a malchutnak a szintje, amit bonnak hívunk, és ezzel a kicsinség az acélot öt világnak kicsinséget úgy csak mátnak hívjuk. Kérdések. Mi az az alsó öt, amiről itt beszélünk? Az alsó héj, az a malhut, az a masszák, ahol a zivuk történik. És akkor tudnunk kell, mi a gyökre ennek, és honnét jön? Tehát honnét terjed ki ez az alsó öt? Ez a felső héjből, ami a bína, és az alsó héj, ez a malhut, és honnét jön ez? A négy, az egyenes fény négy álmás. Hát milyen bína ez? Az alsó héj. Héj. Az első héj bína, az alsó héj, ez a malhut. Bína delet. Menjünk tovább. Ez mit jelent? Hogy érti ezt, Ari, hogy a katnut bonnak van nevezve, és a gadlut meg mának? Az olam acilut, az acilut világ és a nikudim világa, ez kisebb, mint az olam nikudim, és olam nikudim, az a beta elefresemóból jön, és az olam acilut, ez az Alef sorásból jön, és ez ebből következik, hogy az acélot világ az kisebb, az olam nikodén világ az eltört, csak a bet Alef maradt a tört edényekben, és ezekből az olam acélot korrigálta őt, és ez a kicsi pon struktúrája, a szerepének megfelelően a ma, a nagy ma. De az ember, aki ezt olvassa, az összezavarodik, és ezt numa úgy olvassa, és nem azt hangsúlyozza, amit kell. És még, hogy ez kisebb, az olam a nikodim, de mivel ez korrigálja a nikodim világát, ez eltört és korrigálja, de ezt úgy hívjuk, hogy új ma. Rav, és hétetá, se olá, hétetá, se sáv alem koma. Rav, a hétetá, ami fölemelkedik, az ott elfoglalja helyét. Tehát ez mit? Mi ez a tendencia? Tehát mi az ő helye? Az ő helye, fölemelkedik a zivugra. De a zivug az mindig a pehmen történik. De van a peh, hotem, ozem. És van a metszá. És ezeknek a zivoknak a fokozata, az intenzitásnak megfelelően, de ez mindig a pehmen történik. De ez az a felemelkedés, csak akkor az felemelkedés idején közel kerül az adakozáshoz. Az amennyiben az alsó héj felemelkedik, egyre jobban és jobban, a zivok ezen felül egyre kisebb intenzitású. És akkor hozzáadódik az edényekhez, ez egy javjút, ezért igen.
פועל עלינו אור מקיף שונה. Jószájből kérdezik, hogy a tesz minden rész, akkor te különböző ormakív dolgozik, tehát különböző reformál fény dolgozik rajta. Igen, ez írva van, hogy ha ez ember egy nagyon erős vágyal tanul, tehát meg akarja vizsgálni, hogy ez hogy passzol lelkéhez, akkor ez nem magára vonja a reformál a fényt. Folytassuk. És ezáltal már tudnunk kell, hogy az összes a négy, a BN 40 összes párcofa az vár, és ez Acilut részhez tartozik a Katnut, és az Acilutnak a párcofai a Katnutban jönnek, akkor ez a Bon, még a Biában is, ami a Vak, és ez az Zon de Acilut, és még ezen felül úgy tartjuk mégis, hogy Bon, és ezen a módon a messzek megtisztulása, ami Mém és Ormakif az eljön a világhoz a címcom után, és csak a Hei Komot érkezik el egyedül, ami az első Gimel Komot, az első három szint, ami az Ákhoz tartozik, és nem az Ákhoz. És ez azt jelenti, hogy a Káv folytatja ennek a világnak pontjához, és tényleg az utolsó vizsgálat Ból nem érkezik a Nekodémhoz, ami a Jesszut fényé, és ami Nikve Inányból jön, amit úgy hívunk, hogy Má, mivel ez a párosodás Hokmád ényében történik, és ez nem máshogy, csak az RMP-n és Aviut szintjén, amit Mának hívunk, és a Ból szintje, ez a Párcof Acilutból jön, és ezek a Biában, tényleg, ami a Zivug Gálgátának, és ezért a Maszák megtisztul a Keterben, és ezek a Malchut szintjei, amik elérkeznek fölő, és a Malchut szintjét úgy hívjuk, hogy Bon. Kérdések újra. Mindenki egy kóma állapotában van. Na rajta. De minden az öt Acilut világának, öt párcifnak a vizsgálatai. Tehát hogy tudjuk ezeket megtenni? Ken. Rav. Tehát ez egy kérdés. Ez Olam HaNikudim. Ez nem tört össze. És ez a Dalet-Daletben történik a Zivu. Mit kell tennie? Ahogy érteznek az évekből, az alámációkból és a biából, egyfelől, másfelől, az elefsorébős történik egy másik zívug, ami a pársza alatt van, a tábor alatt nem realizálódik, és mondhatod, hogy biá világa is, és el is annak a teljes lényege, ez az olám Nikodim törésének az eredménye. Mit jelent az, hogy Gálgált Abszág, ez a három párcuk, az a második megszorításhoz tartozik? Nem. Tehát vannak olyan párcufok, amiket nem határoznak meg semmit, és nem veszük őket figyelembe. Má és Bon, amit figyelembe veszünk, Mát úgy hívok, hogy Olam HaNikudim, és a Bát úgy hívok, hogy Olam HaCilut. És ennek a korrekciónak megfelelően, amire beszélünk, a Má az a Nikodim, és a Má az a Hahadás, az új Má, az az Olam HaCilut, ami még több. És azért, hogy a teszt tudjuk tanulni, a Tóra tudjuk tanulni, mit ajánl ön, mire fókuszáljuk?
Tehát együtt ültök, és megvitatjuk ezeket, megvitatjuk, hogy kapcsolódnak, ezek a világok hogyan kapcsolnak egymás között, és akkor szép lassan felfedezzük ezt. Föltárjuk. Tehát az olvasó olvas a szöveget, mi beszélünk erről, nekünk meg kell vizsgálnunk ezt. Ez az, amiről beszélünk. Tehát mit írtak le nekünk itt a kabestek? Mit írtak magukra írtak? Mit nekünk írtak? Leírják, vagy leírják, hogy mit értettek meg, hogy mi is megértsük, hogy hol vagyunk, hogy megértsük a felső gyökereket. És ezáltal hozzákapcsolódunk a reformáló fény, a felső fényhez, ez dolgozunk rajtunk, és elindulunk a létre 165 fokozatát. Olvasunk a felső gyökeréről, de hogy ragadhatjuk meg ezt? Tehát megpróbál megérteni az elménkben. Az ember nem érti, hogy mit olvas, de ezen keresztül vissza kell térni a felső gyökérhez. Úgy kell viselkedni, mint egy kisgyerek. Látod ezt a hatalmas világot, nincs olyan elképzelésed, nem tudsz megragadni semmit. Tehát hogy ismerhetnéd? Tehát a spirituális világban nincs... Nem ismersz ott meg semmit. Tanulsz erről, olvasol erről. Ebben a világban ismered a világot, és azon, annak megfelelően tanulsz róla. De a spirituális világban úgy tanulsz, hogy olvasod, és magadra van a felső fény. Tehát, hogy magunkra vonjuk a felső fényt a maximális mértékben, hogy ne legyünk ebben a kómában, akkor minek kellene a belső hozzáállásomnak lenni az olvasáshoz, a szöveghez, a barátokhoz? Lásd, hogy minden, mennyire minden egy, és minden, nincs más rajta kívülnek megfelelően tárul fel. Egy rendszerben létezünk. Ebben a nincs más rajta kívül rendszerében, és itt minden egy. Ezt kell látnod. Ezt kell megpróbálnod látni. Ken. אתה יוצא מה ובון דאק. מה יש הבון אז אקבון? את הונית יון. אסירי, היה מה יש הבון? אז... אז אז אפר מה, אז פלט שמה יש הבון? עמי, אז צמצום אלף אותן. ויש לך מה רגיל, כן? שם מה... általános ma az olam hanikudim, és a második megszorítás a cimcum betöjjel jött, a nikvejnáim soros deszek zivogjából, és von Elion az olam hanikudim töréséből jött, ami a necák zivogja. Tehát az első kérdésem pont ez, hogy ezek egymás mellett történtek egy időben, tehát nagyon sok, több száz csekedet történt ugyanaz az időben, és nincs probléma. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy most egymás mellett történt, vagy egy időben, mert ezek úgy szintek, úgy fokozottak, és a spritterben nincs idő. Ez már, hogy egy szoftban történt, és ez az oka. Ott, jó, tov, nem sík. עוד בית. פויטשוק. והנה נתבאר שכול הוא על קטש בקדש. זאת לקל תסתזנו. הנה רק הזדקחו את המסך על קדש. מי קומה? עד קומת מלכותי. קטר טרמלכותי. אז אין סופן. Tehát eldöntötték, hogy megtörténzik a zívuk de aká, és a zívuk de aká, ez ki terjedt, és ezáltal a Merhodei Szof az teljessé válik. Tehát végrehajtotta magát, és megvalósította magát abban. Ez a két, már utóban két utolsó fokozata a második megszorítás után. Az alsó öt
אז צריך חוזה מהקטנות של הגדלות דולגה. תראה, זה משהו מקסושה, של הגדלות, אלסושה, זה עולם הנקודים הקטנותבן, זה עולם הנקודים אלתורת, אלסושה הקטנותבן וולט, אלסושה הגדלותבן, יש מקסותי הביאה ויאגיד. אז עולם הנקודים, הנקודים הזיווג לליבת, יש... כי על ידי זיווג העליון דה אבסג, יוצא אור חדש יתפל שפער שדש איזה אבסג בן הוא יפיין סלטת מי כתר את איזה אושו כוז איזה אושו היהז הנצח כוז יש הכופר בו כאן את הגדלות יש ויש הוז אז אהפות הרע סינטרה יש ויש תהלן אז אהפה הרע סינטרה יתפל שפער שדש בן וסתות יביאו כוי הוויה דה אלפים הנה דולוג תורתנטית עוד olvassunk, és elkezdjük érezni ezt az egységünkben. Elkezdünk bizonyos kapcsolatot érezni a kapcsolatot, és a kapcsolat és a tanulmányai között. Különböző állapokat érzünk. Elkezdtek ezt érezni a kapcsolaton belül. Tehát mit írnak itt a kabbalisták? Csak a közöttünk lévő kapcsolatról beszélnek. Hogy hogyan kapcsolódik egyik hely a másikhoz. És hogy elkezdjük látni ezeket. Próbáljuk meg feltenni egymás között. Ez az, amit Bálam szólom ide a TESZ bevezetőjében. Tudnunk kell, hogy mit tanulunk. Még hogy nem is értjük, hogy mit tanulunk. De ezen kívül magunknak mondjuk reformál a fényt, és szép lassan feltárjuk, hogy mit. Hogy mi az, amit tanulok. Folytassuk. És ez már ismert, hogy a teljes párcuf az öt fokozatból ki kell terjednie az öt fokozaton keresztül. Az Arik Ampin egy új szűrőt épít. És lehetetlen, hogy egy új zivug megtörténjen a szűrőben, a rossz után, mert meg kell tisztulnia, amíg a Malhut rossznak megfelelő tisztaságot szerez meg, és ezért öt fokozat bukkan föl ebben a megtisztulásban, ami ki nem egyé nem válik a rosszal. Síran, hogy a nikudin világ az a máh szintje, és több hozzáadás van itt. Az öt fokozatnak megfelelően, ami a megtisztuláson jön, ez három teljes párcuf van itt. Ez azt jelenti, hogy három születik meg, és újul meg az aviut vastagságában. És minden egyes párcuf eljön az öt megtisztulás öt szintjén megfelelően, és a mána rosson kívül, és ezért nincs, nem emelkedik fel a szűrő. De ugye nekünk beleszólál, hogy születik az új párcuf, hogy történik meg a törés, hogy törlik el magukat, mivel rossz számításokat végeztek. És az olyan rendekült, hogy második rossz az Isszút és a gúfja is megjelenik. De Malhéteimnek nevezzük. És az első rossz gímel, resomával, a második a harmadik a Betelefé, és ez, mi az olyan nekedém, két párcufim, ja. És a harmadiknak csak rossa van. Ami Los Angelesből kérdezi, hogy mit okoz, tehát ez a zivug egy teljes zivug, mi a teljes zivug, és mi a nem teljes zivug. Ez az aviút hiánya. Ez nagyon jó kérdés volt, mondjam. Ez az aviút hiánya. Folytassuk, és itt azt találjuk, hogy ez a olyan Nikodém három párcufa, még hogyha csak egy részlet is van itt a három párcufban, ez az ak maga.
És ezek a cselekedetek, a messzek felemelkedésekor történnek, és szóval már hút, Rosse már hútak a durvaságában. És itt szükség van, hogy megvizsgáljuk, mi változik a szintekben, ugye már szintjé, hogy változnak az ágban, és vissza, hogy osztódik fel három párcofilmre, és itt nincs csak ágáltás, abszág. És itt van egy megújítás, egy új fény jön az abszág zivogjából, és ez visszatér, és eltörli a párszát, a cimcum betet, és kiegyenlíti az ák mértékének mértékét, és kitérít ebbe a világba. És ez a további részlet az ák párcok filmjában, ez egy erő, ami három teljes párcofilmot hozott létre, és ezek a második megszorításkor visszatérnek. És ezek után a masszák, a kuf masszákja megtisztul, ami az Abave imá, és ez kiegyenlítődik a Rossz, a Malhut Rosszal, és ez a Pe, ami az Abave imá, és itt megújul a vastagság és a durvasága ennek az aviótnak, és itt megjelenik az Issut, és ezek után megtisztel a Maszek de Guf, és visszatér a Pinat Roshoz, és az aviót Alef megújul, és kiterjed a Dát, megfelelően fentről lefelé, és a második megszorítás nem tér vissza a valós helyére, mert az új fény, az új fény lefelé terjed az alsó héhez, és az új szintje, amit az Erepinnak, ami a napi útja, és ez megmarad, és ez teljesen megtisztul itt, és az összes zivugimok megállnak, ez az új fény megjelenik. שחזר כוח צמצום הבית למקומו. Behát a párcában teljesen. És a második megszorításkor visszatér a helyére, és ez csak a Nikodim katnutjában, mert ez az új fény, ami a Zivug abszágból származik. És láthatod, hogy ez az új fény, például behát a párcába, láthatod rajta, és ez a három, ahol a Nikodim három párcöfek teljes lesz, ahogy ez az ágban volt, és ennek megfelelően a Nikodimot virágnak hívjuk, Olámnak virágnak hívjuk, mivel ez egy teljes párcuf az áknak megfelelően. És ez katnod van, és ezt úgy tartjuk az áknak egyetlen részete, ami a katnod ezen belül egy új fény érkezik, amit úgy tartjuk, hogy a teljes négy világ és a teljes három párcuf, hogy ezt elmagyarázzunk. Ez azt jelenti, mondja Rav, hogy az Olam HaNikodim, amiben három párcufim van, és nincs olyan gufja, csak rossa, és ezt világnak tartjuk, mert nincs, itt fejlődés van a Bina Dalatban, ahogy ezt nevezzük, és az Olam HaNikodimban, és az Olam Acidomban, ahogy megújulnak ezek a Bina Dalatban, és itt újra kell kezdenünk, de teljesen új világ. Belémből kérdezik az Acidot világáról, a Nikodim világáról. Vannak emberek, akik csak a párcufról szeretnek tanulni. Nem gondolnak másra. Tehát vannak, akik megpróbálnak az Ádám Kádmó világába jobban behatolni. Néhány jó. Valóban Nikodin, és nekodott beszágot érintik meg. Tehát néhány évig eltart, amíg ez megtörténik. Tehát egy belső munkában fejlődnek. Az ember
az elméjével is tanulja a kabalát. Tehát egy bölcsesség, nem érdekel, csak az elmémmel tanulom, hogy meg tudok ezzel ragadni. De kabalában írva van, hogy ez kinyitja a magát azoknak az embereknek, akik az érzéseiken keresztül tanulnak. És ezért vannak a jeruzsálemi kabalisták, akik csak azt tanulják, amit olvasnak, nem érzik ezt a szívükben, nem érzik ezt az érzésükben kívül, tudják, hogy ez a tapsipé elefoldalt, ugye kívülről. De csak azt tudják, hogy mi van oda írva, szó szerint. Ezek a jeruzsálemi kabalisták. És vannak emberek, akik náciútól tanulók megpróbálnak ebbe behatolni, mélyebben, különböző formákat próbálnak megragadni. A kérdés ez. Menjünk az alapján, amit Balaszulám javasol a reformáló fényen keresztül. Magunkra vonjuk a fényt, hogy elérjük a kapcsolatot. Ez a belőle megvalósítást. Csak azért, hogy itt felső felébresztést kapjunk, felébresztjük felőle az érzékeinket, és akkor elkezdhetjük megérteni, hogy mit is tanulunk valójában. Tehát mit, mi az, ami le van írva? Mit írnak a könyvek? Kezdeti a teszt bevezetőitől kezdve. Tehát az ember elég reformáló fényt von magára, és akkor ebből fog tanulni. A tízféle tanulványát azért tanulja, hogy magára vonja a reformáló fényt, akkor mindent más, az ő egy belső elérésben fog elérni. Barul? Ken. Joseph mi San Francisco omer, hogy lefne kama yamim... Világos. San Francisco kérdezik, hogy néhány nappal ezelőtt összeválaszolt egy barátunk, aki Tehát, hogy ugyanaz, hogyha ugyanúgy tanuljuk fordításban, vagy eredeti nyelven héberül, az ugyanaz. A Zohárnál lehet, hogy ugyanaz. Hát a tesztnél nem tudom. Tehát próbáld egységbe hozni az elmédet és a szívédet, és meglátod, hogy mi történik. Mert egyébként, hát mi történet? Akkor kapcsolatok csak, mit írtak? Csak dalokat írtak volna le. Csak egyik érzéket akartak volna hatni. Tehát ezek felső források. Tehát itt mindenki az elmével, és a szívünkkel is, mennyi másokat dolgozni kell, de a megfelelő szándékkal. Tehát egy kérdés sovára nem kell arra, hogy a szöveg dolgozzon rajtam, vagy a barátokkal kell dolgoznom. Én nem tudom, mit jelent az, hogy mit jelent az, hogy a barátokkal dolgozzon. Én felfedezem az istenséget, és felfedezem az istenséget a közöttünk lévő kapcsolatban. A köztünk lévő kapcsolatban fogom felfedezni ezt. Egyikük sem képes ezt egyedül megtenni. Tehát ő csak egyetlen komponense az általános léleknek, és nem képes felfedezni ezt önmaga. Tehát folytassuk. Harmadik bekezdés. És ezáltal megérthetjük az okát a lenullázásnak, és a kahabhage Netzakhod három vonalának, és az új edények reformálnak, itt ebben a fő ima előtt, ami a zát érzése előtt történik, és itt beleöltözik,
a hét királyban mi összetört, és hogy Ari írja, ezek a kiterjedések lenullázódnak, és visszatérnek az elsőhöz. Mert nincs gára a felső helyen, csak a hét alsó fény a Bina helyén. És itt meg kell értenünk ennek az okát. Mivel ez kiterjed fönt a Gelim guffjából, meg Kavim korrekciója, és ez magára ölti a hét fény. A Malachim királyok hét fényt, ez a Reshima magyarra, és ezért nullázzák le ők magukat. Ezért meg kell értenünk, hogy ez lett magyarázva, hogy a szűrő, a Massa Nikodim szűrőjének megtisztulása után a gyökéres sores Zivug Abszagjának Zivug el lett törölve a második megszorításkor, és a második megszorítás visszatér az előző állapotba, és ezek a korrekciók folytatódnak az új, az Abszag új fényével. Mert nincs senki, aki megtarthatná, és ezek az új edények, Abave imád is szót van, a Rosh Bina gufját érzik, és ezért lenullázza magát. Kérdések. Kicsit összezavarodtam, és nem tudtam megragadni, hogy a Nikodim világának a kicsinységben két fej van. Hogyan lehet ez abszág, és ezeket magukra ölteni? Én nem tudom, miről beszélsz. Tehát én tudom, hogy mondasz, de nem tudom, hogy mit akarsz ezzel. Én értem, hogy mit kérdezel. A törés után a Gátlutban van, vagy ez előtt van. Az Amenikodim a Reshimokból jön, ami a Nekodott Szág után maradnak, Nekodott Szág megszorításra került, és itt két rossz van ebben a szágban. Tehát hogy történt meg ez a zivug? A rossz szágban. Te megszólított betelepben, a második megszólításban. Ezek olyan mennek, hogy nem kátnudja. Itt mi erre Simó marad? Dalet Gimel. Ez a Gadlut, ez olyan Nikodimban. És akkor mi, ez eltört. És amikor ez eltört, milyen individuális párcunk jött az olyan Nikodim világából? Ez Pederos de Szág. Az első párcofot úgy hívjuk Abave Ima, ami az első Malachim de Hagat, Abave Ima Rosh. Tehát a Katnut az a Keter, én a Katnutról beszélek, a Rosh de Szágról. Ott van egy Zibugadal Gima a Pederos de Szágon, és minden kiterjed lefelé, és ezután van itt egy rossz, amit Keter Hohma Binának hívunk, és van egy guf, amit Zatnak hívunk. A rossz az a Keter Hohma Bina, vagy Keter Abave Ima. Ez végzi a számításokat, és a Dalet Gimel, és ezek után a párcufilm, elég a párcufilm, és mondjuk beszélünk egy párcufról, az egyszerű. Mahitakat. És ez kiterjed. Ez a párcuf eltörik. És amikor eltörik, akkor a Reshimo megtisztul, és a következő Reshimo érkezik el, az aktiválódik, az a Gimel Bet. És akkor ez előkészít egy zivugot a Rosban, és ez már nem Abave Ima többé, mert ez lenullázódott, eltörlődött. És akkor ez a Rosh is szuknak van nevezve. A Rosh, ami a zivukból jön, a Gimel Betből. És a Guf, az már héten himnek nevezzük, és ez is el lett törve. És ezek együtt a nyolc törött királyt alkotják.
al alef alef shorosh és ezután jön a zivug zivug al alef shorosh jutze alef alef shorosh oké alef shorosh a zivug ami jön de zerampin shemarhu alef shorosh aviutja tehát miért alef shorosh de gimel gimel bet és bet alef tehát bet alef az és ugye a zivug érkezik el, ami csak a rosszban történt. Nincs guf, nincs elég aviút, nincs elég aviút, hogy egy guf legyen. Mert mi a guf a megszerzési vágy? De itt képes megszerezni az adakozás érdekében. Tehát egy nagyon kis aviút van, és itt csak adakozás van, a katnut. Bármilyen mi a katnutnak ezt az adakozás érdekében tudja megszerezni. De csak a rossz. És ez a olama nikodim, abba ima a gufja az iszút és a tát. Csak ez a három párcuf. Itt minden eltört. Mi történt? A kapcsolat a Bina és a Málhut között. Tehát mi történt később? Hogyan vagy képes ezt korrigálni? Egy resimó. Egy ilyen resimó, ami sosem valósult meg, mert ez Alef Soros. Jafsas cimcumbet, hova tudsz felemelkedni? A Netzakhoz. De van egy általános resimó. Tehát hogy érted ezt, hogy hozzá kapcsolódik? Ez egy általános Málhut, ami zivogat hajt végre itt. És mi itt egyetlen egy resimó marad, ami megvalósul. És ez a resimó feltárul. Tehát, mi más lenne? Ez a teljes rész. Kettes, hármas, hármas, négyes rész között. Ez egy hatalmas ablak a megértésre. Tehát neked itt olyan üres területek van, neked nem tudsz megragadni. Tehát ezért mondod, hogy vannak emberek, akik olyan Einszofról tanulnak Gálgáltáról, vagy az Olam Akról beszélnek néhányan, Olam Nikudinról. Vannak az Olam Acilut világáról. Miért nem általánosságban találok az Acilut világáról? Tehát én egy általános képet adok nektek. Tehát akkor ilyen változások vannak itt. Én csak kiegészítek téged. Tehát figyeljünk rá. Igen, mister. כן. על מה הוא מדבר? מי? הוא או בעל הסולם או אני? בעל הסולם. מי לא בסדר לי? אנחנו כל היום מתעסקים ברצון לקבל, רצון להשפיע וחיבור. את בעל הסולם מקסד שהיה לא בסדר, קפצולת רול. את מי לא בסדר לי? אבל אנחנו צריכים לדעת איך להתחבר בינינו. אני כדי כזה דבר, זה תודנו כאלה. Hogyan kapcsolódjunk helyesen egymás között, hogy felfedezzük, felfedezzük a felső világot. Felfedezzük a felső erőt, az egyetlen erőt, ami a valóságban működik. Képzeld el, hogy csak egyetlen erő irányít mindent. És mi le vagyunk válaszva tőle. És pont azért teremtett minket, hogy mi visszamásszunk a létrán hozzá, és újra elkezdjük őt érezni. Bizonyos cselekedetek hajtunk végre, hogy felfedezzük őt, és hogy felfedezzük a valódi valóságot. És ez az, amivel itt foglalkozunk. Tehát nagyon sokat beszéltünk erről. De egy nagyon speciális, specifikus módon. De mi könyvekből tanulunk, magyarabb, és ezek a könyvekben
le van írva, hogy hogyan kell megvalósítani, mi a valódi kapcsolat, hogy nézik a valódi kapcsolat közöttünk. És hogyha ennek megfelelően kapcsolódunk, akkor felfedezzük a felső erőt. És ez az, amit akarunk kell. Hogy felfedezzük felső erőt, akkor mindenki nyílik számunkra. Akkor megértjük őt, és úgy látjuk a valóságot, látjuk az ő valóságát. Mit kell, hogy kell itt összekapcsolódnunk, mit kell tennünk egymás között, össze kell kapcsolódnunk, és meg kell próbálnunk az összes tanuláson a helyes kapcsolatot elérni egymás között, hogy elérjük a felső erőt. Tehát minden a köztünk lévő kapcsolatban fog felfedezni. Tehát képzeld, itt az összes embert, és mindenki a világban egy jobb életet szerezhet meg ezáltal, és még mindenki, aki még most se született. Tehát ezek a resimokra várnak. Erre a spirituális DNS-re, erre a potenciális létezésre. Hogyha helyesen kapcsolódunk össze, akkor felfedezzük ezt a teljes valóságban. ואנחנו יכולים את זה לבצע ולממש, כמו שכתוב, עולמך תראה בחייך. ואם אנחנו פורצים למציאות הזאת, זאת אומרת, מארגנים בינינו כזאת מציאות הנכונה, אז אנחנו פורצים למציאות עליונה, אנחנו מגלים את העולם העליון, אנחנו כבר השגנו מה שאפשר להשיג רק לאדם. שוקף על איזה קפה שבירגות הקפתוק לב קפצ'נה. יש הכל מינת. Elérhetünk, amit az ember ebben a világban elérhet, és így megvalósíthatja a sorsát. Éreznünk el a helyes, az igazi valóságot, nem azt a képzetes, hamis valóságot, amit jelen pillanatban érzünk. Tehát a kapitalisták tanácsot adtak nekünk ezért. Az első, kapcsoljunk össze, és próbáljuk megtartani, amennyire csak tudjuk, még ezen a korporális szinten is, hogy együtt tanulunk. És tanuljunk ezekből a speciális és kapcsoljunk össze minél többször, például Jesivat Haverim megalkalmával. És csak azért, hogy megépítsük a helyes kapcsolatot egymás között. Hogy ma, hogy miről beszélnek ezek a könyvek? Létezik egyfajta háló egymás között. Akkor szerintünk lévő kapcsolatban, amit a kapcsolatok felfeleztek, és amit itt felfeleztek és leírtak, az a felső világ, az mindennek a gyökere. Tehát hogy tarthatjuk meg ezt egymás között? Látnunk kell, hogy ez a világ, ez az ágak világa. És a felső világ hat rá is irányítja. Ezen ennek megfelelően kell elérni a felső világot. Tehát miért tanuljuk ezt, hogy nem értünk belőle semmit? Azért, hogy a kapcsolat egy ereje, a felső erő, a felső rendszer befolyásolja ezt az alsó rendszert. Csak a köztünk lévő kapcsolaton keresztül. Ezen keresztül ez a korrupt rendszert, ez az alsó rendszert egyre jobban közelítjük a felsőhöz. Köszönöm. Tehát amit itt Bálaszolám mond, tehát 45 éves vagyok, akkor meg kell tartanom a Tórát és a parancsolatokat, hogy megelégedettséget hozzak a Teremtőnek, és akkor elkezd a Kabbalához, és ezt kell tanulnom, hogy fölterjönnek a Tóra titkai, hogy folyamatosan növekedjék ezáltal, és felfedezem ezeket a rendszereket a könyvben. Tehát mondja Rav, a kapcsolat, hogyha olvasod a könyvet, és helyesen kapcsolódsz, akkor mindent feltársz a helyes kapcsolatban. Különböző nevek vannak,
mondjuk azt, hogy ejtem tanulni, sikeres vagyok benne. De nem tudom, mi a kapcsolat, de egy csoportba tanulok, összekapcsolódok, minden nagyszerű, és minden feltárul. Hirtelen megértem az összes részletet, megértem az összes, még a neveket is. Ezek a nevek a gematriának megfelelően, és a gyökerek belső tulajdonság megfelelően lettek leírva, és minden feltárul. Minden feltárul a könyvekből. Próbáljuk meg. És ez van a csalódásokból, a szenvedősökből jönnek, a szégyenből, és minden ez együtt ez segít leválasztani az egóról. De Szizránból kérdezik, hogy a melechim miért nem folytatja a törés után, betelef és a sores elef után. Rav, ez egy kérdés, amit fölbukkan itt, hogyha nincs zivók ezek a malachimok, ezek az angyaloknál, mert ez a betelef és az elef soresből jönnek, és ezek az adakozás edényhez tartoznak. Ezek az edények megszereznek az adakozás érdekében a törésig, hogyha én adakozok, akkor nem török el, és ez a korrekció az abszolút világában. Elérkezik a fény, a spiritásban a törés, tehát ez nem egy független dolog, az nem az eredménye. So would it be helpful for us to segíthet nekünk, hogy összehangoljuk ezt az állapotot és a vágyunkat, hogy ez egyetlen erőfeszítésé. Like Kabbalists in the past wrote a prayer, and ahogy ezt a kabbalisták a múltban összegyűltek, és egyetlen imát alkottak. Egyetlen imát emeltek fel. Hogy tudjuk ezt mi is megtenni? Tehát vannak imák, amiket a kabbalisták írtak. Rabbi Ahmed. Van néhány ima, amit leírtak. Ramhal imái. Ezeket már nem használjuk. Soha nem ajánlott nekem, hogy olvassam ezeket. De ez valami nagyon egyszerű itt, mondja a barátunk, hogy összekapcsolódjunk és adakozzunk. Tehát megtegyük ezeket az erőfeszítéseket. תן לנו להתחבר כדי להשפיע על החנכת רוח, כדי לחשוב על זה במשך היום כולנו על אותו דבר. לא, אנחנו צריכים ללמוד מה שמוטל עלינו ומה שקרוב. זה האמת, מקל תנונו במקרה זה על מה חוזק. בבקשה. מה יש לך יותר כללי, יותר... עד כמה נגע זה כתוב הכל כמעט. יותר גבוה. את מי מה שלנו... szükségült. Tehát egy autóm. Mi volt egy autóm? És még ott állt, és volt mellette volt ott egy műszerfal, és volt két könyv, egy ima könyv, tehát néha kinyitott a Tilim című könyvet. Sokszor olvastam, amikor mentünk valahova. Tehát tényleg ugyanabban a vágyban vagyunk, ugyanabban a helyen. Hogy tudjuk fölemelni
hogy tudunk túllépni magunkon, és hogy tudunk egy nagyobb minőségi változni ugyanabban az időben. אותו משפט, אם כל אחד פותח תהילים בזמן שלו באיזשהו מקום. כן, אפשר את זה לעשות גם כן. רוב. ויחד עם זה אנחנו רואים שנגיד רמח"ל, הם עשו ביניהם רמח"ל צ'ופורטיית תורנות ש... בזוגות נגיד הם היו נמצאים כל הזמן באיזה תפילה. זוולטג פארון, כיפול המלטיק הסזימת. אולי כדאי זה לנסות לעשות ככה. איתם כל דולר. כתרגיל. אבל בעצם צריכים להגיע למצב שאנחנו... תודה למי יש בקפובלת שוק, יש פעלות כן, תתן רגע קריינו כדיון על הפוטות. המיקור, תתן הוזק הסוקנונג. Hogy együtt vagyunk egyetlen szándékban, egyetlen, az egyetlen célért egyfajtában. Kérdeztek az olam nikudimról? Igen. Gádlut olam nikudim. Az olyan, mint a bína és a malhut összekeveredése lenne? Tehát ott volt egy zivug. A Malhut, ez nincs zivug a Bina és Malhut között. Ez a Malhut, csak a Malhut magában. Ez nehéz megértenem, hogy... Hogy csak tud adakozni. Rav. Tehát a negyedik fokozatban megképzelsz megtenni. A Bina Dénz korrigálta. De ez az első megszorítás van itt, nem? Kérdezi a barátok. Ez az első megszorítás, Rav. Tehát nincs semmi kapcsolat ezzel. Ha lenullázza a gátlóta olam Nikodémot? Ez csak a fény, ami... Leereszkedik, de milyen párcuf volt itt előtte? Kérdezi a barátunk. Tehát az abba veimám párcufé. Ez nem párcuf, mondja, az a rossz. Ez van egy kicsit össze vagy zavaratva. Tehát van egy zivug a rosszban az olyan Nikodim katnutjában. És a masszák lent a pederosznál. És a pederos... Pederos úgy fél pedeába vőimát. És ez a katnut? Nem. Ez a zivug. Ez Binadaletben van. A Gádluton. És a pederos a fény kiterjed a roshoz. A zon. A zerapinghoz. És... Kisúver parsa, akarai dargát, súver et a kilim, הם נשברים, הם לא יכולים לקבל לך על מנת להשפיע, זה נקרא, זאת אומרת, על מנת להשפיע לא יכולים רק על ידי, על מנת לקבל, זה נקרא שבירה. אז עוד הקוזיק, עוד הקוזה שידע כבן? יש סביב, זה אל תאור את הסורו, אז אל תאוניק, יש איזה אמפרק, זה דייק מה כאן נחסר את זה? הגוף נשבר, יש איזה תאיש פרצוף, הגוף יהיה אל תאור, יש הראש אל תאור לודיק, mert nem tud helyes számításokat végezni. És ez a megtisztításon keresztül, mit elér a megtisztításon keresztül, az a resimó gimel dalet, és a gimel bet keresztül. Ez szerintem az első párcuf, és a... Zadbina. És a... Ez az a Zadbina. És a guf volt... Melhétnek hívjuk. És ezt ezen módon nevezzük. Ez kiterjed a parszához, és eltörik. És a resem viszont marad. A szűrő nélkül. És ez elérkezik ehhez a megtisztuláshoz. A Bet Alef, és a Bet Alef, az csak a rossz
és Nikodém világa elér így a végéhez. És mit, tehát mi, barátunk folytat egy kérdés, mi a kérdés a Gádlút, a Olam nekem a Gádlútja és Katnútja között. Akkor a Dalet Gimelre Simon jelenik meg. Ez a mitől összezavarodtam, ezt nem értem. Nem, olvassuk ezt helyesen, és ennek megfelelően kérdezzetek. Tehát a szövegen alapuljon a kérdésetek, ne a saját elméteken. Olyan, mint a Gimel Bet és Betelef, mert szágban megtörténik a Bet-Beten keresztül. Ez valami új folyamat itt? Egy új folyamat indul el? Egy felemelkedés? Igen. De ez a párca alatt is megtörténik? Igen, mert ez eltört. Tehát ez a harmadik cimcum, az úgy tűnik. A Betelef az bárhova, mert van elég Avi útja, hogy magára vonja a fényt. Ez a Betelef egy nagyon kicsi vágy. Tehát nem vonja magára a fényt. Mert maga az kicsi. אני שואל על הבית-בית, על השלב, על הרגע הזה של הבית-בית, שבסג זה אפשר לעשות כל מיני דברים מיוחדים, שגרם לצמצום בית, ההתקללות בינה ומעלה. זה כמו שפציין של דורגו. באותו רגע זה כאילו... ממש מקסל את זה שיש בו כבד כזה. במה שתיארת עכשיו... בינה יש מלכות. אין איזה רגע מיוחד לבית-בית בהזדככות. אני יכול שלא בינה, אבל היא תאם עוד רעסתו. הוא מזדחך נכון, אבל הוא מזדחך בשבירה. בית-בית אין קרסתו. Mert ez helyesen tisztul meg a törés miatt. A törés úgy hívjuk, hogy tehát az a folyamat, a törés a masszák elvesztésének a folyamatának nevezzük. A masszáf az a keszefből, a kiszúf, ami eltakarja a megszerzési vágyat, lefedi. Oké, mit teltünk? Tehát befejeztük. טוב, מה אתם... אוקיי. בוא נקרא שוב. אחור וקדם זרטני. תתאור ושוקם מייגצר.